Sziasztok! A mai videóban egy olyan gépet fogok nektek megmutatni. Amihez Szépen hozzá is öltöztem és felvettem a fekete pólómat, ami nem más, mint az első sötét színű gép Phantom családban. Ez nem más, mint a Phantom 4 Pro Obsidian. Ugye látszik is, hogy nem csak a dobozon nyomtatták rosszul, hanem tényleg ez egy fekete gép lesz. Ez azért is érdekes, ugye, mert gyakorlatilag ugye a Phantom széria már 10 éves, és 10 éve gyakorlatilag ugyanez a forma, ugye Phantom 4 óta lett ugye egy kicsit ilyen íveltebb, ugye az előzők gyakorlatilag szinte mind ugyanúgy néztek ki, viszont az elmúlt évek során ugye egyetlen egy színes gép volt belőle, ez a kínai új év tiszteletére adtak ki egy piros, zöld és ilyen mindenféle sárkánymintás gépet, viszont ez nem jutott el ugye Európába, az csak a kínai piacon volt. Úgymond az európai piacon ez az első gyárilag ugye fekete Phantom, hiszen ugye ezekhez is van rengetegféle matrica, amikkel ugye az ember egy kicsit egyedivé teheti a gépet, viszont most nem kell vele múkolni, hiszen ő gyárilag így néz ki, de nem is szaporítom tovább, nézzük meg, hogy mit tud. Hát ezt a dobozt le is rakom inkább. Ugye ez nem teljesen egy új gép, hiszen ugye ez gyakorlatilag ugye egy Phantom 4 Pro, csak fekete színben. Tehát ugyanaz a csomagolás, ugyanazok a motorok, ugyanaz a kamera, csak ugye a színben lett másabb. De hát ugye ez is érdekes. És van hozzá egy fekete távirányító, valamint ugye pult, illetve hát ugye a fekete lapátok, illetve van egy töltő, és ugye ugyanúgy megvan hozzá a kézikönyv is. Ez minket most ugye annyira nem érdekel, úgyhogy ettől is most egy kicsit megszabadulok. Szóval, hát ugye így nézünk ki. Ugye amit ígértek, hogy egy kicsit másabb anyagból lesz, az biztos, hogy így tapintásra egy icipicit másabb. Ugye látszik, hogy ez egy teljesen új gép, tehát ez még nem is repült, nincs is aktiválva. Rajta vannak mindenféle matricák, itt egy kis extra gimbal rögzítő. Itt megtaláljuk rajta még mindenféle fóliákat, úgyhogy legelsőnek is ugye hát amiben különbözik ugye a többitől, az tényleg csak az, hogy ugye fekete, de látszik ugye a motorok is feketék, ugye a lapátok is ugyanúgy feketék lettek. Ugye egy Phantom 4 Pro ugye az azt tudja, hogy ő minden irányban, tehát ugye itt is van neki rendes vizuális szenzorja. Ezek a szenzorok ugye GPS módban ugye 30 km per óráig úgymond 15 méterre ugye ellátnak előre, illetve hátra, addig cselekednek is, ugye sportmódban ugye ezek nem működnek, illetve itt és ugye a másik oldalon is van itt, ezek viszont ugye nem vizuális, hanem csak ugye infra alapú szenzorok, ezek csak bizonyos üzemmódokban működnek, illetve csak 7 méterig látnak, de ez a beltéri repüléseknél nagyon jól jön, hiszen vagy ugye odakint, ha nagyon szép, finom mozgásokat kell végezni, fák között bujkálni, vagy bárhol, úgy akkor ezek nagyon jól működnek. Ha gyors tempóra van szükségünk, akkor ugye ezeket ki kell kapcsolni, vagyis hát ugye sportmódban ugye ki is kapcsolja magától. Ugye Phantom 4 Pro nagyon nagy előnye, ugye ez a kamera, hiszen ezeknek a gépeknek úgymond a repülési tudását már nem kell bizonygatni. Itt, amiben tudnak úgymond újítani, az már a kamera. Ugye ez az első olyan kamera, ami egy incses szenzorral van ugye ellátva, hiszen lehet nekünk ugye úgymond bármilyen nagy számú felbontású kameránk, tehát lehet 20 megapixeles is, hogyha ugye a szenzor mérete pici, akkor jóval kevesebb információt fog befogadni. Na, őneki ebből már egy incses szenzorja van, ugyanúgy, mint ugye a Phantom 4 Pro-nak, ugye a
ami fehér verzió, ezekkel már igen jó fényképeket lehet csinálni. Ugye aki kicsit otthon mozog ugye ezekben a fotós dolgokban, az tudja, hogy milyen jól jön ez a szenzor. Ugye látszik, hogy a maga a gimbal az egy úgynevezett úgymond chrome szint kapott. Hát megmondom őszintén, nekem a másik az egy kicsit jobban tetszik. Ez egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen műanyag hatású. Viszont maga ez, hogy ilyen fekete. Ugye a tetején is ugye itt van neki egy kis DJI logó. Alul ugye a lámpák. Megmondom őszintén, nekem ez a fekete színbe jön, bár ugye én a mevéket is használom, bár ugye ez nem fekete, az egy kicsit szürkébb. Hát a lapátok ugye ugyanazok, illetve hát megkapjuk hozzá ugyanúgy fekete színben a távirányítót. Ezen is még mindenféle gyári kis csomagolást megtalálunk. Megmondom őszintén, hogy ugye annó ugye sokan rendelgettünk még ugye, amikor lehetett matricázni a gépet, ugye akkor voltak ilyen sötét színű matricák, és ugye felmerült mindig az a kérdés, de hogy a feketétől nem melegszik jobban? Hát tessék, erre itt van egy korom fekete gép, ráadásul fekete motorokkal is. Természetesen ugye odafent az, hogy most süti a nap a burkolatot, ugye ahogy haladunk előre, vagy ugye a motoroknál is ugye van szellőzés. Ugye egyetlen egy dolog ugye, aminek úgymond nem tesz annyira jót a meleg, ugye ez az akkumulátor, hiszen ha esetleg állóhelyben vagyunk, és ugye ezek nem szellőznek, ugye nem tudom mennyire látszik, ugye azért itt elég jó kis szellőző nyílások vannak, ugye ez az, ami egy kicsit jobban fel tud melegedni, de hát azért ugye azért van ugye okos akkumulátorunk, és ugye okos gépünk, hogy ugye ezekre mind figyeljen. Nekem ugye nyáron a Mavic, ugye amit kicsit többet használok, egyszer egy ilyen 360-as fotózás során az akkumulátor körülbelül 62 fokig felment. Ekkor még nem szólt semmit a gép, megmondom őszintén, nekem a 62 fokos akkumulátor már egy kicsit sok, de ő nekik még nem jelentett problémát. Úgyhogy attól, hogy fekete, attól nem kell aggódnunk majd. Attól ugyanúgy lehet majd használni, és nem kell a felmelegedéstől tartani. Úgyhogy ha valaki esetleg egy kicsit úgymond másabb, egyedi gépet szeretne, az biztos, hogy ebből még nincs sok, úgyhogy ha karácsonyra valakinek megtetszett ez a fekete gép, szerintem már egy-kettő biztos, hogy van belőle a itthoni kereskedőknél, nem biztos még, hogy olyan elterjedt, mint a fehér, illetve hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz népszerű, lehet, hogy jövőre majd mindenki ilyen feketével fog repkedni. Az biztos, hogy odafönt ugye az égen a fekete, azért az egy kicsit talán egy darabig könnyen észrevehetőbb lesz ugye, mint a fehér. Majd meglátjuk, hogy kinek hogy jön be. Nekem így első ránézésre, illetve fogásra is tényleg azt lehet, hogy ez csak úgymond átverés volt, hogy másik anyag. De nekem tetszik így ez a szép fekete szín, pláne ugye ezekkel a fekete motorokkal. Ugye a verseny világban azért elég népszerű volt, ugye egy darabig ugye minden motor gyakorlatilag fekete volt. Ott már most ugye kicsit elmentek mindenféle más irányba. Itt viszont még ugye eddig nem nagyon volt ilyen, csak ugye a kicsit magasabb ugye az S1000-es, meg ugye az Inspire motorjai voltak már ugye feketék, de Phantomnál még nem. Nekem tetszik. Menjetek, hogyha nektek is, akkor nyugodtan menjetek be egy boltba, nézzétek meg, tapogassátok meg, aztán majd mindenki eldönti, hogy mennyire akarjuk használni. Sziasztok!